Kistelki Kézilabda Klub edzőjét, Ónozó Istvánt kérdeztük az Egyesület 2019-es eredményeiről. A Kistelki Kézilabda Klub 2019-es sikereiről és eredményeiről kérdezzük Ónozó Istvánt, az Egyesület edzőjét. Először is köszöntöm Önt. Mik történtek 2019-ben a kézilabda tekintetében itt Kisteleken? Én szeretettel köszöntök mindenkit. Talán úgy foglalnám össze, illetve bontanám szét a dolgot, hogy először egy pár mondatot mondanék a megyei főnök csapatról, és utána az utánpótlásról. A megyei bajnokságban szereplünk már idestóban 4 éve. Hát ennek egy-két fő oka van. Hát egyik, hogy sok játékosunk elmegy, tehát ma már egy MB2-nek a fönntartása, ez anyagbiakban is több millió forint, illetve ma már az MB2-es bajnokságban játékosokat fizetik. Tehát, na most mi nem vagyunk ilyen anyagiakkal felruházva, tehát egyik ok ez is, és mi szeretjük a kisteleki gyerekekkel megoldani a dolgokat, és ez jelen állapotban a kisteleki lányok erre képesek, hogy megyei bajnokságba szerepeljünk. Hát most ez a játéker, amit képviselünk, ez körülbelül ennek is felel meg, mert többször meg is nyertük a megyeit, de ugye, amit mondottam, hogy a felsőbb osztályt nem tudjuk vállalni. Úgyhogy akik az utánpótlásból kiöregszenek játékosok, azoknak viszont ez egy jó lehetőség, hogy az edzések mellett azért ők is élesbe kipróbálják magukat, tehát legyen sikerélmények, a kudarc vagy a vereségekből lehet tanulni, boncolgatni. Tehát mindenféleképpen úgy gondolom, hogy ez egy kellemes időtöltés a lányoknak. Hát egyelőre pedig mindig azt mondtam, hogy még azért nagyon szeretném, ha Kisteleken lenne MB2-es csapat. Hát ehhez most már látom, hogy egy szponzornak kellene belépni, vagy többnek, akik úgy meg tudnának támogatni bennünket, hogy tehát játékosokat tudnánk hozni, és a játékosoknak valamilyen formában juttatást tudnánk adni. De ezt már én úgy gondolom, hogy egyedül nehéz, tehát itt legalább ilyen menedzser típusú szakosztályvezetőknek kellene lenni, akik a bajnokságnak ezt az oldalát föl tudnák vállalni. Én minden további nélkül az edzési oldalt, az utazás, a szerepeltetés, ezeket a stratégiai dolgokat, ezeket meg tudom oldani, de ebben a háttérmunkában, mondom, kellene ennek olyan emberek, akik ezt be tudnák vállalni. Ennyit a fölnőtt bajnokságról. Most az utánpótlás bajnokságunkat kétfelé lehetne választani. Egyik az úgynevezett iskolák közötti bajnokság, a másik pedig a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt úgynevezett utánpótlás bajnokság. Az iskolák közötti bajnokság, hogy a nevében is benne van, ez az iskolák versenyeznek egymással, akik ebben a sportágban beneveznek. Hát van először a kiskörzeti, utána megyei elődöntő, utána van a megyei döntő, országos elődöntő és országos döntő. Nos, már több évtizedet benevezünk az úgynevezett harmadik és negyedik korcsoport korosztályokban. A harmadik korcsoport az az 5.-6. osztályt jelenti, a negyedik korcsoport az a 7.-8. osztályt. Tehát így van külön választva. Na most a mi iskolánk is kiállít két csapatot, tehát a harmadik és a negyedik korcsoportban.
És hát a gyakorlat az, hogy itt mindig vagy megnyerjük a megyeit, vagy megye második vagyunk, tehát így jogot szerzünk arra, hogy országos selejtezőbe menjünk, vagy országos elődöntőbe. Hát most azért azok a régi nagy eredmények, hogy országos bajnokságot nyertünk, vagy országos döntőbe kerüljünk, ez most úgy gondolom, hogy hiányzik, de ez betudható annak is, hogy Kisteleken is sokféle sportot tudnak választani a gyerekek, és nem biztos az, hogy a legtehetségesebb lányok keresik meg a kézilabda szakosztályt, illetve kezdenek el kézilabdázni. Meg egyre nehezebb, látom én a gyerekeknek, családoknak is bevállalni azt, hogy ezt a rendszeres munkát. Egyre nagyobbak a követelmények, egyre nagyobb minőségnek kell megfelelni. Most akik nem elhivatottak, tehát nap mint nap nem tudják ezt folytatni, tehát gondolok az edzésekre, mérkőzésekre, utazásra, azok nem is tudnak magas szinten működni. Na, a lényeg az, hogy itt országos, tehát megyei döntőben egyik meghatározó csapat vagyunk, illetve országos selejtező, országos elődöntőig el tudunk jutni, de olyan kivételes csapat most nem tud összejönni, hogy esetleg országos döntőbe kerüljünk, de én szerintem ez bármikor előfordulhat. Az utánpótlás másik nagy lehetősége a kézilabda szövetségnek a kiírása, tehát különböző korcsoportokban, tehát ezt úgy kell érteni, hogy az U14, ez jelenti a 14 éves lányokat, és akkor így lefelé egész a 8 éves korig minden évfolyamban bajnokságot ír ki, és minden évfolyamban országos bajnokot avatnak. Mi, hát azt hiszem, hogy egy vagy két korosztályt kivéve minden korosztályba indulunk. Na most egy kisváros, illetve egy kis iskolára építve már maga ez, azt mondom, hogy egy nagy fegyventény, hogy föl tudjuk venni a versenyt olyan szakosztályokkal, mint a Békés Csaba, vagy a Szeghalom, vagy a Siófok, vagy a Debrecen, ahol ugye mint Debrecenben is, vagy Siófokon van NB1-es csapat. Na most itt már elmondtam azt, hogy ugye itt nem az iskolák, hanem ezek az egyesületek a sok iskolából toborozzák össze a legtehetségesebb gyerekeket. Na most így ugye óriási előnyben vannak, mert mondjuk egy nagy város, annak, ahol a tanuló létszám 20-szorosan, mint Kisteleknek, ott nagyobb a lehetősége, hogy a tehetségeket meg tudja szerezni. Így itt talán kicsit kisebb az esélyünk, de mégis azt gondolom, hogy ebben a lebonyolításban, ami azt jelenti, hogy itt a bajnokság több megyét foglal magába, tehát ilyen régió bajnokság formájában bonyolítja le a szövetség, ami azt jelenti, hogy mondjuk utazhatunk Szeghalomra, utazhatunk Kecskemétre, vagy Nagykőrösre, tehát Kecskemét. Tehát ezt a régiót, a Békés megye, Bács-Kiskun megye, Kistelek, és időnként még a Szolnok megyét is ide sorolják. Na most itt ebben a bajnokságban is meghatározóak vagyunk. Az U14, az U13-as csapat, ez a két csapat van nálam, és a kisebb gyerekekkel foglalkozik az Ungi Katalin, a kisebb gyerekekkel, és a szivacsosokkal, az úgynevezett legkisebbekkel, a szivacs 1-2-3-mal pedig a Béresné Mihályfi Kati foglalkozik, tehát ez az edzői stáb, akik ezt a, most hirtelen nem tudom, de
7 vagy 8 csapatot tudják edzeni, menedzselni, utaztatni. Mert az utaztatás az azt jelenti, hogy hát majdnem többet utazok, mint fénykorában, amikor tehát valóban egész országot bejártuk, mert rendszeresen minden hétvégén meccsek vannak, és a mérkőzések úgy vannak lebonyolítva, hogy minden hétvégén két meccset lehet játszani, ugyanis a mérkőzések ideje 2x20 perc, ami azt jelenti, hogy a 2x20 perces mérkőzéseken a gyerek csak két meccset játszhat. Na most teszem föl, ha mi elmegyünk mondjuk Bács-Bokodra játszani, akkor ott két meccset tudunk játszani. És hát általában benevezett csapatok mindegyike rendez egy fordulót, ami azt jelenti, hogy Kisteleken is találkozunk egymással. És hát így bonyolódik le a bajnokság. Hát még annyit talán, hogy az U14-es bajnokság, ugye az alapszakasz, azt ott másodikok lettünk, és akkor így a legjobbakat egy magasabb bajnokságba sorolják, és ott is oda-visszavágó alapján mindenki játszik mindenkivel. De mivel a második osztályban neveztünk, az azt jelenti, hogy az első osztály, tehát ez a kiemelt csoport, hát itt végül is ilyenek, hogy a Ferencváros, a Győr, Békés Csaba, Nyíregyháza, Debrecen, tehát a pesti csapatok, akik ebbe a 8 csapatba szerepelnek, tehát tulajdonképpen tehát ők döntik el, hogy kik a legjobbak. Na most ez nem azt jelenti, hogy a másodosztályban nincsen ilyen szintű csapat, de nagyon sok csapat nem tudja az utazást fölvállalni. Tehát az, hogyha mondjuk mi is benevezünk az első osztályba, az azt jelenti, hogy akkor nekünk utazni kell Győrbe, vagy utazni kell Siófokra, vagy ilyen helyekre. Ez kilométerbe is, meg anyagiakba is azért ez sokkal több. Úgyhogy hát ennyit az utánpótlásról, de a lényeg az, hogy minden korosztályt, minden évfolyamot tudunk mozgatni, és hát itt szeretném megköszönni a még mindig lelkes szülőknek, edzőtársaimnak, hogy ennyi energiát, munkát bele tudnak fordítani a kisteleki kézilabdába. 9. alkalommal rendezték meg a disznótoros sokadalmat itt Kisteleken. A város polgármesterét, Nagy Sándort kérdeztük a rendezvényről. Én azt gondolom ezen az ünnepen, mert nekünk ez egy ünnep és egy kötelesség. Kötelességünk, hogy azt a hagyományt, amit apáink, nagyapáink ránk hagytak, azt ma is folytassuk. Ezért köszöntelek valamennyiőtöket, és egyben köszönöm szépen, hogy itt vagytok, köszönöm szépen, hogy segítetek. Köszönöm, hogy Imre atya itt van közöttünk, aki annak rendje módja szerint évről évre valóban felszenteli ezeket az állatokat, és úgy indulhatunk ennek a napnak, hogy tiszteletet adunk az állatnak is. És ha megengeditek, nagyon nagy tiszteletet szeretnék adni annak az embernek is, aki fölnevelte ezeket az állatokat, nevezetesen Hegedűs Flórikát, és szerintem Jani is megérdemli azt. És köszönöm szépen azoknak, akik részben, mint magánemberek,
például Pigó, Piknicki, Csaba és csapata, vagy a városvédők, akik csapatként évről évre itt vannak és megtisztelik ezt az ünnepet, és Ferikéjék, Hegedűs Ferikéjék, akik az önkormányzat, a város tisztait képviselve segítenek nekünk, és mutatják azt a szokást, amit annak idején megtanultunk. Szerintem egy dolgunk van ma. Kezeljük ezt valóban úgy ünnepként, hogy ez a parasztemberné is ünnep volt. A parasztember ilyenkor a végén mulatott. Én azt gondolom, hogy a végén majd mi is este mulassunk, mert vártuk ezt a napot, és azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon szép dolog, anélkül, hogy ne innánk meg egy jó pálinkát, anélkül, hogy egyébként itt egy párra ne beszélgessünk el, ne segítkezzünk. Úgyhogy, kedves zenekar, köszönjük, hogy itt lehettetek, sajnálom, hogy csak ennyi pálinkát ittatok, de remélem este ezt bekortoljátok. Úgyhogy mindenkinek, ha lehet ezt mondani, jó munkát, jó szórakozást, de egy nagyon-nagyon békés együttlétet kívánok. Isten éltesse a disztógazdát, Isten éltesse a disztókat, és köszönjük szépen, hogy megadatok most is ez a lehetőség. Imáron 9. alkalommal rendezik meg a kisteleki disznótoros sokadalmat. Kisterekváros polgármesterét, Nagy Sándort kérdezzük erről. Először is köszöntöm Önt. Mi volt a fő célja legelején ennek a rendezvénynek, és miről is szól igazán? Talán a fő célja az a kötelesség. Szerintem én is, meg sokan mások úgy nőttünk föl, hogy még megérhettük azt, hogy a nagyapánk, a nagyszüleink arra tanítottak, hogy van egy szokás Magyarországon, mégpedig len akkor még úgy tettek el élelmiszert egyébként egész évre, hogy disznót vágtak. Disznót neveltek és disznót vágtak. Ennek kialakult egy hagyománya. Biztos máshol is csinálnak ilyet sok helyen a világban, de nálunk ez egy magyar szokássá vált. És szerintem az első szó a kötelességért, amikor kötelesek vagyunk arra, hogy megtartsuk ezt a szokást. Ugyanakkor meg azt hiszem, ez egy ünnep is. Én úgy emlékszem gyerekkoromból, hogy ilyenkor a legfinomabb süteményt sütötték a ház asszonyai a disznóvágás utáni vacsorára, és az egész napot ünnepként élték meg, hiszen hálásak voltak a sorsuknak, hogy megint kaptak lehetőséget arra, hogy disznót vágjanak, és így idézőjelben eltartsák a családot. Nyilván ma már ez egy picit másképp van, és az is másképp van, mikor ezt egy város csinálja, egy nagyobb család. De nekem, mint polgármesterként azt gondolom, és sok más településen is, ezt a szokást fent kell tartanunk, és azt látom, hogy vannak is ebben társaik. Gazdák, városvédők, egyén, mint például a Piknicki Csabájék, és vannak olyan henteseink, vannak olyan művelői ennek a tevékenységnek, akik értenek is ehhez még mai napig. És ilyenkor először kicsit ünneplünk reggel, aztán dolgoznak sokan, és utána este megint egy ünneplésbe megy át, amit most hívunk-e bálnak, vagy disznótorosnak, de a lényeg az, hogy az a közösség, amit úgy hívunk, hogy kistelek, itt is igyekszünk a mai napot ünnepként kezelni. Hogy említette, és rengetegen emelje a rendezvény mellé álltak, mennyire érzik ezt inkább kötelességnek, vagy ünneplésnek, vagy egy együttlévő kapcsolat? Lehet, hogy csak szórakozásnak érzik az emberek, de ha évről évről megismételjük, akkor egyre több ember úgy érzi azt, amikor azzal párosítjuk, hogy reggel egyébként itt van mondjuk az atya, megáldja ezek a disznókat, vagy a polgármester megköszöni egyébként a gazdának, a fölnevelőjének, és azoknak, akik itt vannak, akkor egyre inkább az emberek talán a pálinka mellett azt is érzik, hogy basszus, ez tényleg egy ünnep. Tényleg egy ünnep, és én tényleg ünnepként kezelem. Fiatal korosztály vesz körbe bennünket, ami teljesen normális. Nekem is van 6 gyerekem. És a legkisebbnek is azt mondom, hogy az ünnepeinket kötelességünk egyébként ápolni, nevelni és megtartani. Úgyhogy
azt remélem, hogy az itt lévők, meg azok, akik ma eljönnek hozzánk, és eljönnek majd este vendégek is, akik csak a terített asztalhoz jönnek, azok is remélem úgy érik ezt meg, hogy Kisteleken ma ünnepelünk.